Köztársaság! Megjött a másik közelék, ugye Bernát Tévi György, a Satilla, ők adták át, miközben mi itt megkezdtük, ők adták át a tüntetés bejelentését, és most már ők is csatlakoztak akkor a csapathoz. Köszönöm, szuper volt. Na hát már látjátok itt a izé, tehát ő... Na, a zsaring már megvannak már. Tisztikar felsorakozott, készenléti rendőrök készenlétben még, tudod, készenléti rendőrök, készenlétben legyenek. Egyelőre sok mindent tudtam felé csinálni. Szóval képzeljük el az ő oldalukra ezt a történetet. Ha 50 ember meg patkázni ezzel a hatalommal, vajon mennyire lesz elég a hatalomnak a kapacitása, hogy csak egy csoport zsokkol időnként számukra kulcsfontosságú, mert hát a királyi rádió az, az agymosásnak az egyik kulcsfontosságú eleme. Ugye ezt tudjuk. Vajon hogyha kezdet kapcsolatban elbátorodnak a demokratát, és ugyanígy kezdenek el eljárni, és mi természetesen ebben együttműködőek vagyunk, és tanácsot is adunk, sőt, effektív segítséget is bárkinek, ez a hatalom oldaláról maga az életet. Ugyanis a kapacitásait világgyorsan elfogynának, és kiderülne, hogy valójában ez a rezsim egy lufi. Egy lufi, és az igazság, hogy elegen és aktívan és folyamatosan csináljuk, akkor kénytelenek lennének erőszakosabb parancsokat kiadni, amivel a saját demokrácia látszatokat azonnal kiírnák, ezzel persze az Európai Uniós vágyait Orbánnak szintén, tehát az ilyen egy ideig még nem valószínű, de ha mégis megteszik, akkor lehetőséget adnak a rendőröknek, hogy megtagadják nyilvánvalóan túlzott erőszakra utasító, törvénytelen és alkotmányos parancsot. Ez ennek a szellemi játéknak a értelme, ezért tesszük, amit tesszünk, példát kívánunk nektek adni, mutatni, hogy igenis lehet ezzel a rezsim ellen úgy harcolni, hogy az nekik fáj, és még sincs sem véráldozat, sem semmi. Nyilván az erő az ő oldalunkon van, a mi oldalunkon pedig van az ész és az elkötelezettség. Mi nem pénzért nyomulunk, ők pénzért nyomulnak, mi a lelkünkkel tesszük, amit teszünk. Há, újabb aktivista társunk érkezett. Csók-csók! Ciao! Itt vagyok! Az mesélte, hogy hát mutatnék, mutatnék. Az előbb az egy remek élmény volt, hogy láttátok, hogy meg tudtam mutatni mellettünk le a mélygarázsba. Lementék a mutató is kiabált. Ennyire nem tudod, ne csinálj keresni, és a feleséget. Terjes! Ugye azt szoktam mondani roppantöltem, hogy amikor már minden zsűjtöttem az egymásnak, az ellenzékiek közében, hogy tátoktáz akkor az esetben. Ugyanis van a szavaknak teremtő ereje, olyan értelemben, hogy magabiztosságot ad, hogyha előbb-utóbb mindenki felfogja, hogy igen, ezt a rezsimet csak mi magunk gyűrhetjük le, Európa megtette, amit Európa megtehetett, csodákra várni nincs értelme, utcán lehet ezt a rezsimet eltakarítani, akciókkal, akciók sorozatával, tömegével, és összetartó demokrata szellemmel, és ennek a jelszava és jelképe a Kossuth térjeknek a jelszava a köztársaság. Hiszen ezt akarjuk, helyre akarjuk állítani a köztársaságot, mert az már csak nevében van valójában. Ez egy diktatúra. Még ha kétségtűz, de ügyes elsősorban a gazdasági és média fölényre alapozó, de ez egy diktatúra. Ja, egyébként meg annyit, hogy... Köztársaság! 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 Köztársaság!
újabb rendőrtiszti autó. Őszinte szabad. Emelkedik a készültség fotó. No, precedens értékkel szeretnék valamit nektek mutatni, hogyha pillanatra megfordulnál. A DK egyik vidéki aktivistája van velünk, aki egyben Kossuth téri, úgyis a kabátodnak a... Szóval erről beszélek, ugye? Erről beszélek. Tehát amikor azt mondom, hogy egységbe, akkor ilyesmikre gondolok, hogy igenis minden létező erőt össze kell fogni, mert máshogyan... Ugye láttátok a tegnapi tüntetésen egy jobbikos önkormányzati képviselő is kint volt a Momentumnak a tüntetésén. Beszélgettünk is vele. Kezdik az emberek megérteni, hogy ezt a rezsimet csak teljes egységben lehet eltakarítani, és majd utána a választások az már egy másik kérdés, de addig el is kell jutni. Egységben az erő! Egységben! Egységbe! 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 Na hát ezt az üzenetet, amit a Kossuth tériektől kaptatok, ugye ezt most nem kell elfogadni. Mi nem esünk kétségbe! Halál egyértelmű volt. Egységbe, mi nem esünk kétségbe. Egyre többen vannak különböző rendőri kötelékekből a környékünkön. Hát látjátok, már itt lassan úzzár van, tehát konkrétan lezárták a Múzeum utcát. Hogy ez az a pillanat, amikor a Múzeum utcát lezárták, akkor lehet, hogy azért tettük, hogy vagy valami akció ellenünk, amit szerintem nem valószínű. Szia! Jó estét! Vagy azért tették, mert mondjuk ki akarnak tolatni onnan valamit, tehát lehet, hogy a saját maguk által felállított értékesi blokkádot. Misi, megint nézzétek meg, légy szia izét, jó? A Józsinál van a oké. Nem kell. Jó, megnézzük a hátsó bejáratot, mert nagyon nem szeretnénk, hogyha itt van. Ott bent ugyanis egy kocsinak a hátsó lámpája piros, de nem az maga a szorok. Ellenőrizzük ismét, hogy a hátsó bejárat is az építés által blokkolva van-e, ugyanis nem akarjuk, hogy ma a hatalom csicskái, akik rádiósnak mondják magukat, itt szabadon közlekedjenek, kifejezetten nem szeretnék. Tehát úgy, ahogy ezt az országot lassan rabságba döntik, segítve agymosásukkal a rezsimilyen szándékát, mi most úgy gondoltuk, hogy egy kicsit fogjuk együtt őt. Hogy érezzék a törődést. Harcos társadalmi elmények, csekkolják a hátsó járatot. Ugyanis hát természetesen újabb rendőrbusz érkezik. Hát szép, ez már egy lassan, és nyilván ő is át fog állni valahova hátra. Hát lassan ez már egy jó nagy tüntetés biztosításához elég. Ez a ide gördül mellé, vagy nem tudom, ott valami. Mire kávé! Okay. Még egyszer elmondom, mi abszolút nem vagyunk ellenségesek a rendőrökkel. Kifejezetten azt várjuk a rendőröktől, hogy amikor a megfelelő tömeg összeáll, ez szerintem nekünk szól. Amikor ez megtörténik, akkor arra számítunk, hogy a rendőrök is majd mellénk állnak, és visszatérnek a törvényesség talajára. Habat médiát! Szabad sajtót, szabad médiát! Szabad
Szabad rendőrséget! Így van. Utcába fognak beállni, tehát ott a Pródi Sándor utcában már egy egész szép kis rendőrkontingens van. Ha úgy tetszik, körbe vagyunk véve. Na most erre hadd mondjak egy sztorit. Ez egy rövid lesz, megpróbálok jól mesélni. A második világháborúban volt ugye az utolsó nagy német offenzíva az Ardennekben, és ott hát az amerikai egység tök készületben volt, ez 44 terén, erről volt egy film, ez a Battle of the Bulge, a halál 50 órája. Na most ott a németek teljesen körbekerítették a Bastogne nevű belga kisvárost, és ugyanakkor oda ejtőernyősöket sikerült a 101-es elit hadosztályt bevinni még mielőtt a körbekerítés lett volna, és egy ilyen általános hadsereghez tartozó emberke mondta nekik, hogy hát miért nem szarjátok össze magatokat, hát bekerítenek titeket, és akkor mondta neki, hogy nézd már rá, tesó, mi van a karomon. Mi ejtőernyősök vagyunk, mi mindig bekerítve harcolunk. Ugye hát ezt tudni kell, az ejtőernyősök az ellenséges vonalak mögé szokták ledobni, tehát ők mindig bekerítve harcolnak, úgyhogy minket most éppen bekerítenek, és akkor mondom, hogy mi mindig bekerítve harcolunk. Azt mondja, hogy nincsen semmi rádió, elköltöztek a tévészékbe. Persze, hogy ne persze. A hölgy, aki ezt mondta, az lehet, hogy nagyon akart minket segíteni, hogy oldjuk a bokádot. Igen, az lehet, hogy szabad egyetem! Fideszes! Azt mondta, hogy ki az a hülye, aki ütkedtem így rád! Persze. Gyűjtjük, hogy innen marad. Ahogyne. Persze. Ó, persze, csak volt a szolgálatot, világít fönn a stúdió. Ott is a portások vannak. Még az is lehet, hogy a parlament konspiratív játékok, hogy igen, a rádiónak egy részlege működik máshol is, ugye itt ebből már egy ilyen hatalmas médiát csináltak. Agymosó gépedet. Nem csak semmi. Meg hát ugye logikailag, tehát látjátok itt ezt a folyamatosan jövő és erősödő rendőri, ezért hát nem valószínű, hogy a portaszolgálat miatt vannak. Hát ezt azért így erősen valószínűsíthetjük, hogy lassan már egy rendőrszázadot ért el az ide kirendeltek száma, alezredesekből, őrnagyból is van már egy rakás, hát ez alig ha valószínű, hogy a portaszolgálat miatt. Szabad sajtó, szabad média! Szabad sajtó!
tolvajokkal. Szolidaritás! Álljatok egy kis ide! Pozitív motiváció működik, folyamatosan megmutatjuk, példát adunk, újra és újra, és lassan majd az emberek rájönnek, hogy ez a módszer működik, esetleg arra is, hogy csak ez a módszer működik. Otthonról ezt a rezsimet nem lehet eltakarítani, más helyettünk ezt a rezsimet nem fogja eltakarítani. Kapcsolatban ők szervezői ennek az egésznek. Most tegyünk az egyetemistáknak egy gesztust. Jó? Szabad ország, szabad egyetem! 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 A BKH-hoz épére megyünk segíteni, hogy itt áll! Kinek akar segíteni? Elkövettem egy formai hibát a bejelentésben, elírtam a dátumot. A gyors sietésben nem 18-a, hanem 17-e van. Jó, de semmi, hát ez egyébként formai hibának minősül, tehát ilyenkor, mikor megkérdezik, hogy mit akartam igazából, nyilván a mai napon, de hát ez a ráutaló magatartásból is egyértelmű. Úgyhogy ez egy korrekt lépés volt, az ilyet is természetesen elmondjuk a rendőrség részéről. Ez egy korrekt lépés volt, hogy megkérdezték, hogy természetesen a mai napra gondoltam, én ezt természetesen megerősítettem. Tehát a november 18 kézzel ütve az november 17, mert hogy ma vagyunk itt, és nem holnap. Úgyhogy ezt ennyi, szerintem megérdemelnek a rendőrök ezért a gesztusért egy tapsot. Bravo! Köszönjük a korrekt gesztust! Na, ugye látjátok, tehát
Ez korrekt. Na jó, kicsit rágad. Oké. Mellettetek is ott leszünk. Na, tehát ugye látjátok, hogy azért amennyire nyilván a rezsim engedi, azért a rendőrök figyelnek a törvényességre, és amikor lehet, akkor jó szándékúan járnak el. Ez esetben természetesen ez történt. Jogilag az érvényes természetesen is mondom. Az elírás, nincs különösen jelentős, ez akkor is egy. És azt is volt. Nem, azt mondja, hogy nem tudom. Úgy mint a én azt mondtam, hogy néznek ilyen csoportok rá, a kicsiuk őket, hogy csináljunk ötösszük. Szabad ország, szabad médiát! Szabad ország, szabad médiát! Szabad ország, szabad médiát! Az írdi átment a magányos hős szerepbe. Jártak az emberek, hát nem hallgatják, hogy miért vagyunk kik. Nagyon jól teszel. Csak a szíved küldik a lájkot, meg veletek vagyunk. Hát ha nekem akkora tüdöm lenne, én is kiabálnék. Ekkora tüdővel. Szabad ország, szabad egyetem! 450 köbcentis tüdőm. Szabad ország, szabad egyetem! 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 Arra hirdették volna meg, engedjétek a fiatalokat tanulni! Így van. Ne folytsátok meg őket! Mert féltek, a tudást nem vehetitek el! Rahat tolvaj banda! Csak azért el akarja már népet butítani teljesen. A tudás a milyen? És mivel akkor a legjobb akármelyik fiatal okosabb, mint ő. Akármelyik egyetemista. Ettől még, ne az okosabb. Szabad ország, szabad egyetem! Na! Van-e még kedvetek mondjuk sétálni egy kicsit? Egy más jellegű történet. Persze! Jó, mert szerintem azt, amit akartunk, elértük. Látjátok, ott fönt az állítólag nem létező rádióban, ott fönt a tető stúdióban a mozgó embereket. Hát persze, az ablakok. Jó, meg ott lejjebb is a izét. Oké? Na, mert hogy ugyan nem ebben a témában, de remélhetőleg ezt átírják, az MSZP-nek van egy fáklyás felvonulása, ami 5-kor kezdődik, hát nyilván amíg gyülekeznek, a Fővám térről indul. Én azt gondolom, hogy mivel közel vagyunk, ismételten azért, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy mit tartunk mi a jövőnek, a jövő zálogaként, a mindenki segítsen minden más politikai erőnek, mert csak egységben tudjuk legyőzni ezt a rezsimet. Úgyhogy hát megyünk oda, akkor csatlakozunk az MSZP tüntetésén. Menjünk erre, és én útközben szólok a rendőröknek, hogy a kérdezőzők. Na, hogy most fogjuk magunkat, sétálunk egyet, és akkor alezőzők úrnak, aki az előbb adta a gesztus. Tette a gesztus magát, elmondtam, hogy ez egy jó. Alezőzős úr, akkor ezt a tüntetést úgy hivatalosan bejelentem, hogy lezárjuk. Átsétálunk és csatlakozunk a Magyar Szocialista Pártnak a tüntetés. Nem demonstratíven. Nem. A baráti beszélgetés zászlókkal című stílusban. Közben nem tüntetünk, hanem úgy tüntetünk, sétálunk és majd... Nem, Béla, nem. Hát itt akarom, hogy akartam, hogy... Véletlenül már azért, hogy... Nem áll. Gondolk, hogy nem áll. Nem mondjuk, csak hogy... Ah, csak csinálsz ezt. Jó. Jó, nem, ilyeneket nem szabad. Nem, azt tudom. Velük baszunk ki. Hát mint az állam. Nem, gyere le az útról! Gyere le az útról! Ez mostantól csak széta. Mindent, ami
Viszlát! Gyere velünk! Sziasztok! Hello! Jó, látjátok, a csapat azért szépen kicombosodott még itt a helyszínen is. Túloldalon is. Nem tüntettünk, gyerekek! Állj! Tüntetést lezártuk. Vonulásra. Egy ember csoport zászlókkal. Igen? Semmi fűtsen. Nem értem. Kávézóba nem megyünk. Megyünk át az MSZP-hez. Sétálunk. De akkor sétáljunk tényleg, ne rohagyunk. Csak nem érjük el a tüntetést. Ha jó, van, de hát én meg kiköpöm a belemet. 5 órakor kezdődött. Ami nem öl meg, az erősít, bébi. Mi? Ami nem öl meg, az erősít. Jó. Jó, nem rohanunk annyira. Hát nem lesz befejezve. Ha jó, nézd meg, ő egyet lép, én hármat. Vaj, ha megbűve, kapcsol. Ahogy akarod! Jó, megbeszéljünk össze. Hát akkor most látjátok, itt mellettünk a Nemzeti Múzeum. Ez itt már a Kiskörút. Mindig azt csináljuk, hogy adott pontokon egyben tartjuk a csapatot. Mindenki számára világos legyen a csapatból, hogy merre megyünk tovább. Most akkor ez történik, itt vagyunk a Calvin téren. Calvin téri aluljáron át fogunk kimenni. Végig a Kiskörúton egészen a Fővám térig, innentől kb. 300-400 méter, nem több a sztori. Oké, ott jön a... Itt van a felvezető zászló. Ott a záró zászló. Mi van, bocsánat? Ugyan én vagyok az őszi ottkeres, de hát látják. Valószínűleg azért nem tudtam, most jön a kamu, figyeljetek. Mert hogy az már ott a túloldalon a 9. kerület, és ilyenekre az nekem már egy másik, másik ország. Úgyhogy jó, itt megvárjuk egymást akkor a zebra előtt, és akkor megyünk át egyben majd. Hát ők a szervezők, november 16-a, november 24-nek a srácok, akik velük vannak, ők a szervezőik. Jó, szokás szerint, gyerekek, egy kis figyelmet kérek, arra kérek mindenkit, hogy ne tematizáljuk át az MSZP tüntetését, jó? Tehát ez az ő tüntetésük, mi csak azért megyünk, hogy többen legyünk, és hát, hogyha az MSZP úgy dönt, hogy valamit akar csinálni, akkor abban a mi tapasztalatunk, meg tudásunk segítségükre lesz, de ez az MSZP tüntetése, amihez mi szolidarítani, csatlakozni megyünk, csak nem mi tematizáljuk. Jó, ezt kérem mindenkinek, a mozgalmi, például Ildi, tőled kérem. Mehetünk! Mehetünk! Gyertek! Legyed a szabad járda! Gyerünk gyorsabba! Hajrá! Egy idős nénike bácsi, vagy tárcse ír! Nem, hát! Aki bottal, vagy valami. Annak ott az aluljára. A csapatot. Gyertek, menjetek, csak tovább utolérlek titeket, csak akarok egy ilyen üzét. De hát azért a biztonság kedvéért kapunk rendőri kísérletet, hát hogyha rossz fiúk vagyunk, és valamit csinálunk útközben. Ezt egyébként megszoktuk, ez így
Normál mögöttük jönnek, hát akik most talán a kapcsolatnak bele, az vágtában, ha úgy tetszik, gyalog vágtában megy növelni a vigyázzatok az átszóban ott majd, mert van egy kiboltosulás fönn. Miki, vigyázz az átszóval! Oké. Ti csak menjetek tovább, én bevárom a csapat végét, és tudni akarom, hogy mindenki megvan-e. Várjátok meg, nyugodtan! Jó, maradjatok! Jó, itt megvárjuk akkor a csapat izéjét. Túl hosszú volt a menetoszlop. Azt nem mondom, hogy túl sokan vagyunk, mert akkor lennénk túl sokan, hogy a 100 000-en lennénk. Annyian azért nem vagyunk, de kétség kívül az már jelez valamit a létszám lassú, de folyamatos növekedéséből, hogy egy zöldön nem férünk át. Most látjátok a rendőri kísérletet. Oké. Na. Várj, már látom az előtt. Már biztos észrevették, hogy nem megy utána senki. Vagy a rádió blokkádja után, tartunk a szabadság felé, ahol az MSZP-nek a pártás felvonulásához csatlakozunk, amelyek életekében Budapest egyesítése a témája, a tárgya. Tehát remélhetőleg azért fognak ők majd szót ejteni erről a rettenetről, amely megmutatja, hogy ez egy maffia állam, amely állami eszközökkel ment ki Fehér Gallérus bűnözőket saját országuk igazságszolgáltatása elől. Ilyet csak maffia csinál, még akkor is, hogy ezt államnak nevezik. Ezzel bemutatva mindennél jobban, hogy igen, ez egy maffia állam. Na hát még hallani itt a beszédet, tudsz, hogy valószínűleg időben érkezünk. Várjatok! Várjatok! Na, ott már a MSZP. Itt elvárjuk a csapatot, jó? Mert ott megszakította, hogy volt egy piros. Adjátok meg, hogy jöjjenek utolni.
És a táborús bejelentett, hogy az ott a legnagyobb. Nem hallottam, de elsőként színpadra szólítom Molnár Zsoltot, az MSZP budapesti elnökét. Tisztelettel köszöntök mindenkit budapesti szocialisták nevében az MSZP párbeszéd közös rendezvényén. Köszönöm, hogy eljöttetek, és külön köszöntöm körünkben Budapest következő főpolgármesterét, hiszen egy valamivel biztos vagyok, hogy a jelenlévő között itt van Budapest következő főpolgármestere. A következő időszak eldönti, hogy ki lesz közülük. 145 év tisztelettel. 145 év, két ember öltön, azt is mondhatnám, hogy egy óriás teknős életciklusa. Ez a 145 év, ha mesélni tudna, sokat mondhatna, és talán Tóth János nem véletlenül István a királyval szimbólumnak, jelképnek a Vén Dunát, amely sok vízre folyt véresen, a Vén Dunán így szól ez a gondolat, amely idézi történelmünk és Budapest 145 éves történelmének azt a vérzivatalos korszakát, amelyet a Szabadsághíd, maga a Duna és ennek a városnak a lelke, a városnak a szíve el tudna mondani. El tudnám mondani mindazt, és figyeljünk, magasunk egy pillanatra. Ez a város él. Ez a város beszél. Elmondja, hogy mi történt ebben a 145 évben. Úgy mondja el, hogy a jövő nemzedékeinek példát, követendő példát mutat, és ebben intő példát is, hogy minek nem szabad megtörténnie. Idézzük föl röviden ezt a 145 évet tisztelettel. Az első évtizedekben boldog békeidő volt Budapest története, majd az első világháború részletes időszakát a proletár diktatúra rövid időszaka követte, amelyet szinte napra pontosan 99 évvel ezelőtt, hogyha hátra nézünk, láthattuk a budai oldal, oda érkezett meg Horthy Miklósnak nemzeti hadsereg néven való országlása, amely két évtizedig tartott, és amely belesodolta hazánkat és Budapestet is a 20. század és az egész világtörténelem legtragikusabb korszakának. A 30-as évek vészjósó korszakát követte a nyilas, majd náci bevonulás Budapestre. Láthattuk innen nem is olyan messze a cipőknél, amely rölt mementó a jövő nemzedékeinek arra figyelmeztet, hogy soha többet ilyen ordas eszméket. Azonban, amit mi felszabadulásnak hittünk, az Budapest utcáin Málenki robothoz vezetett. Ezt követte 1956 hős forradalma Budapest utcáin, ahol ismét a halálra ragadt. Ezeket az időket az ideiglenesen Magyarországon állomásozó, köztük Budapesten állomásozó szovjet csapatok, valamint az apatikus tanácsrendszer korszaka követte Budapesten, majd a vészkorszakot megidézve visszatért a várból kitörésre emlékező újnyilas inerci hordák Budapest különböző területein való felbukkanása. Nem kérünk ezekből a korszakokból soha többet. Azonban, amit most röviden felidéztem, az a 145 év, az azt mondhatja velem, hogy Európa fővárosainak tisztelettel történelmük van.
hazánk fővárosának, nemzetünk fővárosának, amely a budapestiek otthona, sorsa van. Így ti a kezetekben nem csak a remény fáklyáit tartjátok, hanem közös sorsunkat, közös lehetőségünket, közös jövőnket. Eddig Budapest elszenvedte a sorsát, elszenvedte a történelmét. Arra kérlek benneteket tisztelettel, vegyük kezünkbe ezt a közös sorsot. Formáljuk a jövőt, egyesítsük Budapest szabadság szerető választópolgárait. Jövőre fontos választások következnek, óriási téttel. Mindezt megelőzi egy iránymutató budapesti előválasztás. Egyesítsük erőinket, vessünk véget a NER rendszerének, vessünk véget először Budapesten, majd vessünk véget ennek az egész országnak. Elég a paktum politikából, elég, hogy a NER Budapestet a kormány játszóterének tekinti. Én arra kérek benneteket, nyílt szívvel és erős hittel tekintsünk a jövőbe. Budapest demokratái egyesüljenek, a szabadságig legyen a jelképe annak, ami összetart mindnyájunkat. És miután születésnapról van szó, tisztelettel kérem itt, hogy kollégákat ígértek nekem valamit, hogy valamit elfújhatok itt a 145 éves évfordulóra. Köszönöm szépen! Isten éltesse a 145 éves Budapestet! Hajrá, Veszprém! Köszönöm, hogy meghallgattak! Horváth Zsoltot hallottuk, köszönjük szépen, és most egy olyan politikust szólítok a színpadra, akire Zsolt már utalt, ő nem más, mint Horváth Csaba, az MSZP fővárosi képviselőcsoportjának a vezetője. Köszönöm szépen! Tisztelt Budapest barátai! Orbán és Tarlós ma Budapest kifosztásáról írt alá egy egyezményt, Budapest születésének napján, Budapest születésének 145. évfordulóján. Orbán hiteltelen, hiszen az elmúlt 8 évben lett volna lehetősége bizonyítani a város iránti jóhiszeműségét, de nem tett semmit Budapestért, sőt, elvette a város szabadságát, önállóságát, értékeit és pénzét. Veszélyben van Budapest, az értékes Budapest, ami 145 éve jött létre. Az a Budapest, amelyet az itt élők szorgalma, tehetsége és áldozatos munkája tett igazán nagyjá és sikeressé. 145 évvel ezelőtt, 1873. november 17-én egyesült Pest-Buda és Óbuda. Létrejött Budapest. A budapestiek tehetsége, szorgalma, áldozatos munkája kellett ahhoz, hogy Budapest a legnagyobb fővárosok sorába emelkedjen. Sokszínű, multikulturális, befogadó város lett, amelyet az itt élők, az itt lakók tettek sikeressé, a kisebbségek és többségek egyaránt. Ez a város Magyarország szellemi és kulturális központja. Magyarország gazdasági motor. De ami a legfontosabb, Budapest, ami otthonunk. És mi nagyon szeretjük az otthonunkat. Ünnepelni és figyelmeztetni jöttünk. Budapest ugyanis veszélyben van. Budapestet, amit elődeink egyesítettek, ma szétszakítja a hatalmi gőg, az arrogancia és a korrupció. A város és lakói nem kapják meg azt a megbecsülést, amit megérdemelnek. A büszke budapesti polgárok a megkürt kategóriába kerültek. Budapest lett a Fidesz fejős tehenet. Az elmúlt 8 évben a város fejlődése megtorpant. Budapest ma nem önálló város. Az elmúlt 8 évben az Orbán kormány elvette a város önállóságát, elvette hatásköreit, a pénzét, elvette a budapestiek vagyonát. Pedig a budapestiek naponta 20 milliárd forint adót fizetnek az ország kasszájába, amiből alig kapnak vissza valamit. Az Orbán kormány a budapestiek szorgalmával, tehetségével, munkabírásával létrehozott értékeket herdálja el. Abból osztogat milliárdokat a haveroknak. Az elmúlt 8 évben mindent, ami ebben a városban történt, Orbán és a Fidesz érdekeinek rendeltek alá. Erre példa Orbán 200 milliárdos palotája Budai várban, aranyozott dolgozószobával.
a hobbiát szolgáló 200 milliárdos új névstadion, vagy a 250 milliárdosra drágult liget projekt, ahol kiírtják a Városliget fájt. Sajnos. Ami nekünk budapestieknek zöld park és liget, az számukra semmi más, mint építési telek. Amihez nyúltak, az tönkretették. Az iskolákat, a kórházakat, a szemétszállítást, a hévet. A város ma koszos, élhetetlen és egészségtelen. Orbán a mai napon nem beszélt a szemét káoszról, a patkányosodásról, az összeomlott egészségügyi ellátásról, a kilátástalan oktatásról, de lesz nemzeti ötkös a központ. Nem beszél Budapest önállóságáról, az itt élők iránti tiszteletéről, azokról, akik naponta 20 milliárd forint adót fizetnek be az ország kasszájába. Tarlós viszont beszélt arról, hogy akkor is a Fidesz fogja támogatni, ha az aláírt dokumentumból semmi nem valósul meg. De Tarlós a főváros tönkretevőjének Orbánna gazsolát. Tarlós ma vendégül látta a budapesti városházán Orbánt. Azt az Orbánt, aki nem tiszteli Budapestet, nem tiszteli a budapestieket, nem tiszteli a budapestiek által megteremtett értékeket. Azt az Orbánt, aki bármit képes elpusztítani a saját személyes céljai érdekében. Azt az embert, akinek ez a város legfeljebb irodalmi kérdés, aki szerint a metró a gazdag országok luxusa. Pedig szeretném elmondani, hogy volt már Budapest olyan gazdag ország fővárosa, amely a kontinensen elsőnként épített metrót. Orbán ma idejött, hogy aláírja Tarlóssal Budapest kifosztását. Persze a cím más. De ez csak színház, egy szavukat sem kell elhinni. Kettejük szerződése annyit sem ér, mint a papír, amire kinyomtatták. Ez egy blöff az önkormányzati választásra, ahol a Fidesz elnöke gesztus gyakorol a Fidesz jelöltjén. Nem szabad elhinni nekik a meghosszabbított metrót, a szuperkórházat, egyetlen ígéretet sem. Három zászló van mögöttem, tőlem balra található budapesti igazi zászló. Ez a történelmi zászló, a Budapest zászló, amelyet elődeink alkottak 145 éve Budapest egyesítésekor. Ez Budapest igazi zászlója, és nem pedig az, amit Tarlós István rajzolgatott helyette. Ez a zászló ma azt szimbolizálja, hogy ennek a városnak 145 éves múltja, sikerei, fejlődése a garanciája a jövőnek. A zászló és Budapest fennállása alatt. Korszakok jöttek és mentek, ahogy Zsolt mondta. Kormányok is jöttek és mentek. De Budapest az maradt, ami a szabadság fővárosa. És most is le fogja rúgni magáról azokat, akik meg akarják folytani. Ez a zászló ma azt szimbolizálja, hogy a Tarlós korszaknak is vége lesz. Tavasszal Budapest már legyőzte a Fidesz. Az egyéni körzetek kétharmadában győztünk. Jövőre is ez a feladatunk. A második zászló Magyarország zászlója. Mert Budapest Magyarország fővárosa. Ami azt is jelzi, hogy a szabad és önálló Budapest megteremtése után a szabad és demokratikus Magyarország megteremtése következik. A harmadik Európa zászlója. Hiszen a mi dolgunk lesz visszavezetni Magyarországot és Budapestet oda, ahova igazán tartozunk. Európába, a demokratikus, szabad és tiszteletre méltó európai nemzetek és városok sorában. Ehhez azonban az kell, hogy Budapestnek olyan vezetője legyen végre, akinek Budapest az első. Aki minden pillanatban a budapestieket, az itt élők érdekeit képviseli. Aki nem engedi, hogy a város értékeit elvegye a Fidesz. Aki nem tűri, hogy a város a fideszes oligarchák kifizető helye legyen. Aki visszaadja a Budapestnek a jövőt. Hiszen, sőt, tudom, hogy mindez lehetséges. A budapestiek tehetsége, szorgalma, munkabírása mit sem változott az elmúlt 145 év alatt. A budapestiek erejével, a budapestiekkel közösen visszavesszük a város szabadságát, önállóságát, értékeit és pénzét. Addig kell küzdeni,
amíg ki nem harcoljuk a Budapest törvényt, amely garantálja Budapest szabadságát, az állam, a kormány és a főváros közötti munkamegosztást, és ehhez a munkamegosztáshoz tartozó forrásokat. Ha nem hagyjuk magunkat megosztani, ha egységben tudunk fellépni, ha egy jelölt áll szemben a Fidesz jelöltjével szemben, akkor 2019-ben győzni fogunk. És ha 2019-ben győzünk, akkor 9 év után először újra ünnepelhetünk a szabad, önálló és erős Budapestet. Köszönöm, és támogassátok! Köszönjük szépen Horváth Csabának! Nagy titkot nem árulok el, hogy ismét egy olyan politikus szólítok a színpadra, akire Zsolt az elején utalt. Ő nem más, mint Karácsony Gergely Zugló polgármestere, a PÁR beszéd társelnöke. Jó estét kívánok, kedves barátaim! Nagyon örülök, hogy itt vagyunk közösen, és nagyon örülök, hogy éppen itt ünnepeljük ennek a gyönyörű városnak a születésnapját. Itt a Szabadság hídjánál, amely azt gondolom, hogy önmagában is egy szimbolikus dolog. Túl azon, hogy személyesen azért is nagyon örülök, mert nekem ez a kedvenc hídam, és nem csak azért, mert zöld, hanem azért, mert ez a híd önmagában megmutatja azt, hogy miért imádunk mi ennyire Budapesten élni. Ez a híd, ami több mint 100 éve készült, és a monarchia polgár örökségét hordozza magában, mégis nyaranta a fiatalok százai itt iszogatnak, beszélgetnek, és már esküvőt is kötöttek ezen a hídon. Szimbolikus azért is, mert a Szabadság hídja az, ami összeköti Pestet és Budát. Mert amikor itt vagyunk és ünnepeljük Budapest születésnapját, akkor tulajdonképpen azt ünnepeljük, hogy összejött Budapest, hogy Pest, Buda és Óbuda egy közös polgári közösségé vált. És az a híd, ami összeköti a pestieket és a budaiakat, a Szabadság híd, azt szimbolizálja, hogy Budapest polgárait pont a szabadság köti össze. Budapest polgárait az a szabadság köti össze, hogy így mi mindannyian, aki Budapesten élünk, pestiek, budaiak, óbudaiak, férfiak és nők, autóval vagy kerékpárral közlekedők, idősebbek vagy fiatalabbak, a panelban lakók vagy éppen a kertvárosban élők, mi mindannyian ennek a városnak a polgárai vagyunk. És megvan a szabadságunk ahhoz, hogy ezt a várost olyan irányba fejlesztjük, amilyenre mi szeretnénk fejleszteni. Amikor arra készülünk, hogy szűk egy év múlva visszavegyük ennek a városnak az irányítását, hogy Budapest újra szabad város legyen, akkor nem egy szokványos politikai küzdelemre készülünk. Nem az a tét, hogy a Fidesz jelöltjét legyőzje az ellenzék jelöltje. Nem az a tét, hogy Tallós István vagy valaki más lesz a főpolgármester. Az a tét, hogy az elmúlt 9 év centralizációja és a szabadság folytogató légköre után végre ezek a városok az polgárai szabad akaratukból visszaveszik-e a városok irányítását. A következő főpolgármesternek a budapestiek főpolgármesterének kell lennie. És a budapesti főpolgármesternek nem a Fidesz elnökével kell megállapodást kötnie, hanem a budapesti polgárokkal. Mikor készültem, jöttem ide, gondolkodtam azzal, hogy mi az a szimbólum, hogy legjobban le lehetne írni azt, amiben ma van Budapest, és egy film jelenet jut az eszembe, talán ismeritek a Monty Python híres filmje, a Gyaloggalop. Valahogy az az érzésem, hogy Tarlós István, akit emberileg egyébként tisztelek, de kicsit olyan, mint a fekete lovag ebben a filmben. Jön a király, talán sejtetek, kire gondolok, levágja az egyik kezét, levágja a másikat is, levágja az egyik lábát, levágja a másikat is, majd azt mondja a fekete lovag, hogy egyezünk ki döntetlenben. Nagyjából ez az, ami ma történt azzal, hogy Budapest főpolgármestere és a Fidesz elnök aláírt egy megállapodást, ami nagyjából arról szól, hogy igaz, hogy Budapest elveszített már szinte mindent, de egyezünk ki döntetlenben.
Mi nem egyezünk ki a döntetlenben. Mi azt szeretnénk, hogyha Budapest nem alamizsát kapna a saját kormányától, hanem azt a rengeteg pénzt, amit Budapest gazdasága és lakossága befizet a költségvetésbe, abból megkapjuk a jogos jussunkat. Mi azt szeretnénk, hogyha nem Orbán Viktor dönteni el, hogy mi a fontos a budapestieknek. Mi azt szeretnénk, hogyha nem Orbán Viktor mondaná meg azt, hogy a mi adónkból ő a várba költözik, hogy tönkreteszi a Városligetet, hogy stadionokat épít, miközben a város utcáin nem viszik el a szemetet és egyre több a patkán. A budapestiek megtanulhatták, hogyha Orbán Viktor dönti el, hogy mire van pénz és mire nincs pénz Budapesten, akkor az uralkodó hobbiára fogunk költeni. Az a pénz, amiből Orbán Viktor új rezidenciáját megépítik a várban, és onnan majd a miniszterelnök lenézhet a maga népére, onnan persze, fentről persze nem fog látszani, hogy a szemetet nem vitték el. Nem fog látszani azt, hogy milyen tömegtek a buszok. Nem fog látszani azt, hogy mekkora a dugó. Nem fog látszani azt, hogy milyen rossz a levegő. A budapestieknek kell eldönteniük, hogy mire akarják fordítani azt a pénzt, amit pont a budapestiek fizetnek be a közös kasszába. Mi nem alapvizsgát akarunk, hanem a saját szabadságunkat visszaszerezni. Éppen ezért nekünk, az MSZP Párbeszéd Szövetségnek és mindenkinek, aki változást akar ebben az országban, és azt akar, hogy ez a változás Budapestről induljon el, és Budapest ne a bűnös város legyen, hanem az európai Magyarország vezetője és motorja, nekünk az a dolgunk, hogy kinyissuk az ajtót, és olyan nyitott politikát folytassuk, ahol minden budapesti úgy érezheti, hogy az a jelölt, aki elindult Tarlós Istvánnal szemben, az az ő jelöltje is. Nem a pártok jelöltje, nem az egyik vagy másik politikai akaratnak a jelöltje, hanem a közös akaratunk jelöltje. A Szabad Budapest programjának az akaratát kell képviselnie. Mert mi pontosan tudjuk, hogy a szabadság, a közös szabadságunk az, ami összeköt minket. Az a dolgunk, hogy Budapestet 145 év után újra egységesítsük. Az, hogy azt a szétzirált kerületek által dominált fővárosi döntéshozatalat, a 23 kiskirály rángatja különböző irányba Budapest közös érdekét, ezt megszüntessük. És az a dolgunk, hogy a legerősebb akaratot állítsuk szembe Orbán Viktorral. Mert a legerősebb akarat az emberek akarata. Tudom, majd a kampányban sokan elmondják, elő fog szólni a Fidesz kampánya, hogy Budapest ne kockáztasson, kormánypárti jelöltet kell választani a város élére, mert csak ő fogja tudni majd elérni Orbán Viktornál, hogy kapjunk egy kis alamit. Az elmúlt években lehetett látni azt, hogy mi az egyetlen dolog, ami megállítja Orbán Viktor. Az, amikor az emberek világos akaratával ütközik szembe. Láttuk, melyek voltak azok a tüntetések, amelyek elvették a kedvüket attól a bolondságtól, hogy bevezessék az internetadót, hogy megregulázzák a főiskolai hallgatókat. Csak az emberek közös akarata az, ami ellen tud tartani ennek a rezsimnek. Egy Fideszen belüli belső torzsalkodásban sem Tarlós István, senki más nem fogja megvédeni a budapestiek érdekét. Csak az az ember, aki a budapestiek embere lesz a főváros élén. Legyen ez bárki. Az lesz a dolga, hogy újra egységesítse Budapestet, ahogy ez a híd összeköt mindannyiunkat, a szabadság hídja. Szabad, egységes Budapestet szeretnénk. Nem a Fidesztől alamizsát kérő Budapestet, hanem öntudatos, szabad, budapesti polgárok közösségét képviselő Budapestet. Ez a tétje 2019 őszének. Nem tudom, ki lesz ez az ember. De azt kérem tőletek, hogy támogassátok őt ebben a harcban. Köszönöm szépen. Karácsony Gergelynek köszönjük szépen, és most a rendezvényünk vége felé közeledve arra kérnék mindenkit tisztelettel, hogy sétáljunk át közösen Budára, ezzel is szemléltetve Budapest egységét és a saját egységünket. Arra tisztelettel felhívnám mindenki figyelmét, hogy a Budai híd főnél lesz lehetőség eloltani a fáklyákat, és nem tudom, hogy önöknek feltűnte, hogy Budapesten a szemetet manapság nem annyira viszik el, úgyhogy a leégett fáklyákat is inkább mi gyűjtjük be, mert akkor biztos, hogy jó helyre kerül és nem marad ott. Kérek szépen mindenkit, hogy ide
szónokaink vezetésével sorakozzunk föl, és sétáljunk át közösen Budára a hídon. Köszönöm szépen!